A Salgó-Terencs környéke vízmű Kft. A Nógrád megyei víz és csatornavállalat jogutódja. Ezt a vállalatot 1958-ban hozták létre. A város és térségében működő iparvállalatok vízműveinek egyesítésével. 1995-re a megye térségei saját tulajdonú vízművállalatokat hozták létre, a mi Kft-nk. Indulásakor 26 önkormányzat volt a tagja, 4 további település csatlakozott a társasághoz, jelenleg 30 önkormányzat részére végzünk szolgáltatást. Alaptevékenység ivóvízszolgáltatás, csatornaszolgáltatás és a fürdőszolgáltatást is szeretnénk újra profilunkba fölvenni. Az alaptevékenység kiegészítésére mélyépítőipari kivitelező tevékenységet is folytatunk. Egyrészt a cég saját rekonstrukcióit, másrészt megrendelők igénye alapján építőipari vezetékfektetési munkálatokat végzünk. Működésünk gazdaságosságát meghatározza, hogy csökkentsük a régi elavult hálózaton felmerült hálózati veszteséget. Az induláskor nagyon rossz hálózatot, amelyet a 29,6%-os hálózati veszteség illusztrál, 11 év alatt 17%-ra sikerült lecsökkenteni. Az uniós csatlakozás óta kialakult lehetőségekkel élve pályázatot készítettünk, mind a megyeszékhely, mind a vidéki települések hálózat rekonstrukciója érdekében. A rekonstrukciós programhoz az uniós forrásokból van lehetőségünk támogatást elnyerni. Az uniós csatlakozás másik hatása, hogy a határok megszűnésével megnyílt számunkra az északi határon túli terület, és egy nagyon érdekes, kölcsönös munkakapcsolat indult meg 2005-ben. Nagy kapacitású szennyvíztisztítókat helyeztünk üzembe. Az Interreg program keretében pályázatot is nyújtottunk be. Az egyik a Litkétől északra lévő felvidéki települések, 8 szlovákiai település, illetőleg a Ceredi határ átkelő határon túli területei lévő további 5 település részére felajánlottuk a szennyvíztisztító kapacitásunkat. Hasonlóképpen együttműködési tárgyalások folynak a tekintetben, hogy a ivóvíz műveknél rendelkezésre álló kapacitásokat kölcsönösen használjuk ki. Egy víziközmű szolgáltatást végző cégnél sajátosan merül föl a marketing politika kérdése. A legfontosabb ár csökkentő tényező a szolgáltatási volumen, és ezért akciókat indítunk és tartunk fent évek óta a házi vízbekötések elősegítése érdekében. Minden házi vízbekötést kezdeményező részére körülbelül 50 000 forintos vízbekötési költséghez a vízmű 20 000 forint visszanemtérítendő támogatást nyújt az ingatlan tulajdonos számára, és az önkormányzatok minimum 20 000 forint támogatást nyújtanak a bekötési igénnyel jelentkező ingatlan tulajdonosok számára. További marketing tényezőnek számít, tavaly második fél évben áttértünk a csekkes fizetési módra. Következő lépés az volt, hogy a személyes találkozásokat azzal is csökkentettük, hogy bevezettük a negyedévenkénti leolvasást. Honlapunkon minden szerződésfajtánk magyarázatokkal, kitöltés útmutatókkal megtalálható. Honlapunkon a cég minden lényeges adata rendelkezésre áll, és természetesen a cég e-mailen is fogad fogyasztói észrevételeket, és e-mailen is folytatunk levelezést. Az elkövetkezendő 3-5 éves időszakra vonatkozóan célként fogalmaztuk meg azt, hogy megvalósítsuk területünkön az uniós normáknak megfelelő ivóvízminőséget. Szeretnénk a 3 éves időtartam alatt a szükséges hálózatrekonstrukciókat befejezni. Szeretnénk teljes körűen kiterjeszteni a csatornaszolgáltatást. Körülbelül az 5 éves időszak végére szeretnénk részvénytársasággá átalakulni. Szeretnénk, ha a víziiparhoz kapcsolódó szolgáltatásokat is fel tudnánk vállalni. A Sámsonházai termálkút évtizedek óta kihasználatlanul folyt egy 80 fokos vízű kútvize a patakba. A cégünk beruházási csoportja erre most fejlesztési projektet készül, és kinyomozzuk, hogy ezt az üdülő
és gyógyászati és strandfejlesztési projektet milyen pályázaton tudnánk elsütni abból a célból, hogy a lehetséges fejlesztési támogatási forrásokat meg tudjuk szerezni, és a szükséges önrészhez pedig befektetőket szeretnénk keresni. Hasonlóan Salgótarjánban, a sportkárti kezelésében lévő salgótarjáni tóstrandot és úszodát is szeretnénk kezelésbe átvenni. Az 5 éves időtartam alatt a víziparhoz kapcsolódó víz, szennyvíz és fürdőszolgáltatási területet, a hozzá kapcsolódó építőipari és szolgáltatói tevékenységgel szeretnénk integrálni cégünkbe.